Jó reggel, Vietnám! Üdv a csatornán! Hát a Keeper megérkezett! Ismét már! Egyébként megint berecsent a székem, mert egy ilyenkor helyezkedek egyet. Ferike jegyezte meg múltkor, hogy tudti, hogy az a régi rugós camping széken ülök, mert kb. Ugyanaz a hangja. Hát srácok, úgy gondoltam, hogy akkor jövünk megint egy ilyen kis nyugodt bazzal, nem tudom, most sorskártyanap van, vagy nem sorskártyanap van. Sorskártyanap van? Nem sorskártyanap van, ugye? Szerintem nem sorskártyanap van. Na, srácok, a mai részben is ugye termelni fogunk, és egy csomó mindent fogunk csinálni. Várjatok, egy pillanat. Annyit kellene csinálni, hogy a képernek kellene elindítani egy vetőt, hogy legalább egy darab vetőt dolgozzon, hogy igazából csapjuk neki, mint az őrültek. De hát nem is, mint az őrültek, mert úgy gondolom, hogy egy olyan kis kellemes, kis szuper jó kis valahogy egy kicsit egy ilyen, nem is azt mondom, hogy visszakapcsoltam, hanem így betettem egy ilyen országúti fokozatban, amiben így gördülünk szépen nyugodtan. Ugye a pénz az elég jó termelő, meg kéne nézni, hogy melyikben mennyi van gyerekek, aztán akkor azt kéne felvenni. Hát ebben nem sok volt. Meg valószínűleg el kell menni egyébként izéért. El kéne menni magokért, de ez mondjuk nem volt rossz. Megnézem még ezt az utolsót, bár lehet, hogy abban meg abszolút nem lesz megint. Föl kell kapkodni, igen. A középsőben van valamennyi. Az ifán van valamennyi magacska. És elkezdjük, hogy dolgozzon, és közben elmegyünk vásárolni, gyerekek. Meg igazából ki is találtam valamit kapásból, mert miért ne. Hogy mit lehetne csinálni a keepernek. Ja, ez ugye... meg fogjátok látni mindjárt, hogy mire gondoltam. Ezt mondjuk meg is kell tankolni. Tényleg egy epic jó dolgot találtam ki, remélem, hogy preferálni fogjátok. Mert ugye mindig itt problémánk van abból, azt a hordót akarnám ugye elkapni. És egy kicsit nehezebb akar az ifa rá. Úgyhogy oké, a hordó is lement. Jó van gyerekek, minden is. Mindent is magunkávé tettünk, amit lehetett. Ez egy kicsit nem volt autentikus, bocsánatot kérek érte. Na, neki megyünk itt a dolgoknak, figyeljetek, annyit csinál a keeper, hogy ezt megindítom fölfele, utána meg megindítom arra. Csak előtte akkor összeszedjük azon a részen a dolgokat. A dolgokat. Bazen, mert hogy fut ez a gép, halljátok? Mind a kettő 400 paci. Ugye beszéltünk arról, hogy kellene venni dolgokat, túl sokat használod a dolgokat, kifejezés, keeper, úgyhogy légy szíves, egy kicsit, legyen egy kis szókincset, kezdje el olvasni, vagy valamit csináljál magad. Egyébként annyira olvasnék, csak nincs időm. Múltkor ismerősen mutatott egy könyvrészletet, annyira imádom, hogy a könyvekben olyan szépen, hogy leírják a dolgokat, és ilyen olyan jól taglalnak egy történetet, hogy egyből így asszociálsz arra a szituációra, ami éppen zajlik. Ugye két mondattal egy érzelmet tudnak lefesteni, és Sanyi meg két mondattal, hogy neki áll itten izéni, darálni megint valamit darálni. Várjál, búza, ugye? Nem, arra gondoltam, hogy nem. Ha megint hülyeséget csináltam, majdnem. Nem búzát akarok, hanem babot akarok, mert akarok egy kis pénzt keresni, egy kis plusz pénzt keresni, én arra gondoltam, srácok. Na mi a franc? Ja, mert ízai be van kapcsolva, oké. Okay. Zab, repce, szójabab. Oké. Okay. Csináljunk egy kis pénzkeresést, srácok, de most már megint... Oda nézzél. Ezek törzscsuklós gépekkel nem vagyok kivékülve, nagyon örülnék neki, hogy a legközelebbi gépek nem törzscsuklósok lennének. Bocsánatot kérek a Kirovec cégtől, meg a Rába gyártól, meg mindenkitől, akitől csak lehet. De nekem valahogy jobban feküdne egy más jellegű nem törzscsuklós gép. Tudom, hogy nagyon sok modern törzscsuklós gép is van, de én néha megőrülök tőle, mert ugye fordulsz balra és jobbra csapja a seggét, és akkor úgy nem jön össze, nem sikerül, ez nem sikerül, az nem sikerül, megverdulsz tőle. Ja, itt ezt le akarom húzni, ezt a csikot. És hogy akkor erre is tudjam megindítani a csávót. Várjál már. Nyomunk egy B-t. Úgy valahogy. Jó.
És akkor és akkor meg tudom indítani erre, és akkor ugye ha le van szegve a széle, akkor tök jól csináljuk. Na, a mai részben, hát megmondom a frankót, jó lenne egy kis pénzt keresni annyit, hogy tudjak venni egy igazán jó traktort. Egy igazán jó nagy traktort, gyors traktort. Egy univerzális traktort. Leginkább az lenne jó, hogy egy univerzális traktort tudnék venni, amit utána tudnék használni ezen a földön, nagy vonóerőt igénylő járművek vontatására. Ezt jó, sikerült elmondanom. Kicsit túl bonyolítva, de azért talán érthető volt. Jó. Nem tudom, hogy a kirovecim az hol van, lehet, hogy már benne a patakban, nem nagyon látom. Ne, nem, ott van, ott van. Mit csinál? Mit csinál? Mit csinál? Figyeljetek, tolar vissza, tuti. Figyeld meg. Aha, jó van, oké, ne tolassál vissza, barátom, mert megvadítasz, esküszöm. Ezt visszafordítom, leküldöm, és addig, amíg leküldöm, addig ott még összeszedek egy csíkot. Egy. Ugye ott nem maradt repce benne, szerintem nem maradt, talán nem maradt. Ezt megcsinálok egy csíkot. És akkor elmegyünk műtrágyáért. De egy speciális módszerre, úgyhogy megint meg fogtok látni valamit, amit a Keeper így kitalált, hogy mit kellene csinálni, meg hogy kellene csinálni. Mert szerintem az egy nem lenne egy utolsó dolog. Mert igen, mert kell, mert ez kell megint nekem. Én úgy gondolom, hogy ez kell nekem, de mindjárt meg fogjátok látni. Ezzel egy kicsit félre is vonulunk. Ugye még egy gépet kiküldenék vetni legszívesebben, minimum egyet. Hát mondjuk bőven elég is lenne egy vető. Csak akkor kell, szükségünk van valamire. És meglepő módon ezzel fogunk megindulni. Ezzel fogunk, gyerekek, megindulni. Egyébként ez emellett a... Itt lagolunk. Emellett a izé mellett, emellett a mixer mellett, azt vettem észre. És igen, gyerekek, várjatok, valamit el is felejtettem mondani, hogy írtátok, hogy hát többen írtátok azt, inkább azt mondom, hogy nyugodtan csináljam meg itt, azt a betyár, nyugodtan csinálj, és nem fért el alatt alól. Nyugodtan csináljam meg itt a csirkéket, és akkor csináljam meg egy másik helyen a másik, ugye a marhákat. Úgyhogy én ebben gondolkodok, hogy ezt így fogom megcsinálni, csak itt meg közben van én tolatgat a csávó. Majdnem jó, amit csinálsz, barátom, majd a Keeper bácsi átveszi, aztán akkor minden jó lesz, hidd el. Úgy. Valószínű ugye, hogy itt vannak ilyen különböző kerítésen, meg minden, azt emiatt ugye nem nagyon tud mit kezdeni azzal, hogy forduljon, meg hogy ne. Egyébként ezek a vetők egész nagyok, szóval tök jó. Szereti a Keeper nagyon. Oké. VB, aztán induljuk meg. Sőt, nem is indulunk meg, hanem elindítom majd én. Úgy van, csinált csak szépen, úgy látom pont kiér a szélére. Oké. Jó. Szólja bab ezerrel. És akkor közben elmegyünk. Elmegyünk vásárolni a boltba. De valószínű, hogy akkor itt megszüntetem azokat az egységeket, azt az infrastruktúrát. Nem hiszed el, az oda nézve. Komolyan mondom, mert meg tudok őrülni ezektől a munkásoktól. Tényleg el kellene nevezni őket Sanyinak, meg mindenfélejének, mert már néha megvarítják itt a képört. Igen, elmegyünk vásárolni, és valószínűleg azokat az egységeket, amire nincs szükségünk ott, azokat eladjuk. Oké, és látszok. És tényleg megint nem az, hogy izére kell, nem az, hogy kenyérre kell a lóvé. Most már ugye nem azért adok el, mert abból én pénzt akarok, mert itt vannak az üres földek, akkor eladhatnám azt is. De, egy kicsit itt reformálni kell a dolgokat. Gondolkozok még valamin egyébként, gondolkozok még valamin. Még valami, és lehet, hogy meg is fogom valósítani. Ja, egy csomó érdekes dolgot akarok megvalósítani ebben a részben, úgyhogy ilyen kis nyugis rész lesz, de mégis egy csomó minden fog változni. Például ez megint végén kiért. Oké, egyébként ez nem szeret dolgozni a csávó, azt látom már, ugye? Ezt mindenki észreveszi. Hogy né. VB,
Visszamegyünk ezen a kis szerviz úton. Aztán indítom lefelé, mászkáljon nyugodtan, közben mi meg csináljuk a dolgainkat. Egyelőre nem is baj, hogyha csak egyvetővel megyünk, mert úgyis még rengeteg dolgunk van. Először is ugye kellene hozni vetőmagot, meg műtrágyát, meg kellene hozni permetszert is. És ezt egy speciális módon fogja megcsinálni a Keeper, mert úgy gondolom, hogy főleg, hogyha nagyobb gépeink lesznek, meg ugye lesznek, meg nagyobb eszközeink, akkor nem kell nekünk ifa ahhoz, hogy ugye kiszállítsuk a földekre az anyagot. Mert igazából az a lényeg, hogy akkora gépeket kell rendszeresítenünk, amik akkora kapacitásúak, hogy gyakorlatilag kimennek erre a földre, és elég nekik a műtrágya, elég nekik a mag. Hogyha nagyon-nagyon muszáj, akkor meg esetleg begördülnek. De hát a nagyon nagy gépeknek nagyon nem kell, mert igazából az nagy földekre vannak tervezve, ez meg igazából egy ilyen közepes méretű föld, szóval talán annyira nem kell ezzel foglalkoznunk. Jó, skacok. Akkor ezt úgy kellene, arra gondolt a Keeper, hogy mi jönk, mondjuk 5 darabot mindenből. Ugye raklapon fogjuk vinni a gyomirtót. 2, 3, 4, 5. Oké, vigyünk magot, és azért csak az 5-öt akarok mindenből, mert ugye 15 fél egységből egymásra ne rakja. Magokból 5-öt, 1, 2, 3, 4, 5, és akkor 5 darab. Az a baj, hogy azt viszont csak zsákosat tudsz vinni, ugye? Műtrágya. 1, 2, 3, 4, 5. És akkor fölpakoljuk, és ott meg lerakjuk a bejáratnál. És azt szerintem, hogy tök jó lesz, mert amikor a gép megy kifele, akkor simán csak megtöltjük, értitek? És az ifát megtartom, mert lehet, hogy úgy fog működni ez az egész, ez a pont meg kell telnie. Igen. Nem akartam két sorba, mert ugye, hogy lerakod, akkor így össze-vissza borult volna, mert ugye nem egy magasak, így tök jó lesz. És az ifát lehet, hogy megtartjuk, de az csak annyi lesz, hogy ilyen gyors reagálású erődek, hogy mindig azt viszi ki, amire ő szükség van éppen. Tehát, hogyha kell, akkor kiviszünk magot, ha kell, akkor kiviszünk műtrágyát, szóval mindig csak annyi legyen rajta, mennyi éppen kell, vagy pedig mindenből egy darab zsák. Vagy éppen egy darab raklap, és ezért sokkal gyorsabb is lesz. Úgy gondolom, hogy ez így lenne tök jó. És ez például tök jó, hogy a bejáratnál, vagy a kiáratnál föl tudják tölteni a gépeket a munkások, vagyis természetesen én. Majd meg fogjátok látni, hogy ezt igazából hogy gondolja a Keeper így valóságban. Mindjárt meglátjátok. És a izéket el fogom adni. Azokat az infrastruktúrákat, amik a marhákhoz kellenek. Egyébként ezt a Simpsont is lehet, hogy eladom innen, mert itten állítta az ajtóba, aztán csak itt ilyen zavaró körülmények. Másra nem jó, csak zavaró körülmények, mert ugye a Simpsonra nem nagyon fogunk dolgozni mostanában. Jó, gyerekek. Oké, és akkor az ifa helyére kb. Oda ledobnám. És ahogy mennek ki, akkor igazából bármit itt tudsz tölteni, így elmész mellette szinte, tudod. Mindjárt meg fogod látni. Ugye természetesen ez a bejárat érdekes, mert ugye itt mennek ki a földre. És akkor ide szépen. Ugye ezeket nem ide kell volnálnom, hát ide akarom rakni. Mindjárt megfordulunk, aztán beállítjuk. Ugye, szépen, ugye mutatja, hogy hova rakod, úgyhogy tök jó. Kicsit vissza. Közben tojást ugye tojnak a tyúkok, idő nincs pörgetve, szóval most olyan nagy keresetünk nincsen. Nem kell megijedni. Na várjatok, és akkor ennyi, hogy... És leraktad, tök jó. Emellett te mész, meg tudsz bármit tölteni. Először arra gondoltam, hogy pótkocsi álljon, de teljesen fölösleges. Mert úgyis itt bármikor így meg,
ott mész el menette, érted? Annyi bajom van, hogy nem tudom, ezt el tudom adni, benne van 500 szalma. De 500 szalma, az mennyibe kerül? Ez nem olyan kevés. Úgyhogy az 500 szalmát, azt lehet, hogy le kellene adni. Meg kéne nézni itt a garást, és meg kéne... Ja, a Simpsont hadd adjam a gyerekek, bocs. Valahogy nem tűlik hozzá, fog a Simpsonhoz. Meg kéne nézni, akkor el kéne adni a Chilo. Igen, ezt nem tudom, 58, az a baj, többe kerül benne az 500 ezer liter szalma. Viszont ezt is eladom. Na ugye akkor ezt nem kell, hanem itt csak tyúkok lesznek, akkor itt esetleg sírod, vagy valamit fogok kialakítani. Ugye itt lesz 20 darab, és itt meg ugye a géppark, meg minden. Hát tudom, hogy az igazából nem egy olyan hatalmas összeg. Na, izélyt el kéne, szalmát össze kéne szedni, várjátok, egy gépet ki kellene küldenem. Kiküldem a T-150K-t. Hú, izélyt kellene volna még hoznom, gyerekek. Üzemanyagot. Mert be fogunk szívni. Be fogunk szívni, ki fog fogyni az üzemanyag. Úgyhogy ez elképzelhető. T-150K-t kiküldöm. Egyébként megállazott egy kicsit, lement volna akkor, slow. Kiküldjük T-150K-t, vessen ő is. Bár egyelőre nem is az lenne a legfontosabb, hanem szedni inkább a szalmát, meg elhordani, hogy el tudja adni azt is, meg a szalmát is. Várjátok, mennyibe veszik a szalmát? Elvileg nem változott, mert mi nem pörgettünk időt, meg semmi, ugye? Na, 144, az viszont tök jó. Jó, ezt meg felvesszük, mindegy, mindenképpen kelleni fog. Össze kéne szedni. Össze kéne szedni a szalmát, meg ki kéne hordani a silóból is, aztán úgy eladni. Figyeljetek, van vagy 500 000. Az ugye 5 kocsira való, több mint 5 kocsira való, az azt jelenti, hogy az mennyi, gyerekek? Az legalább 70-80 ezer, meg ami még itt van, úgyhogy ekkor ezt kellene megcsinálni ebben a részben, én úgy gondolom. Mit akartunk még, amit érdekes? Igen, ja, eladjuk azokat a dolgokat, amik nem kellenek nekünk. Jaj, hogy ez mindig izé... Kikapcsolni, ha elmegyek innen, de ugye fölemelni nem emeli fel, én meg mindig elindulok, és mindig megszivat, hallod? Szívtálom. Mindig megszívom ezt. Na gyorsan, kapjuk össze. Már így várjatok, meg el fog fogyni belőle a műtrágya. Na, oké, van egy ötletem ezzel kapcsolatban. Kiviszünk egy másikat, megindítjuk egy másikat, azt meg esetleg akkor be tudjuk hozni. Na, az a trikje, úgy gondolta a Keeper, hogy akkor amikor kimegy. Ugye, hogyha tele lett volna az a vető, akkor nem lenne ilyen probléma. Szóval nem lenne gond. És akkor itt szépen meg tudod tölteni. Melyik töltsünk? Mehetnek a magok, és tök jó, mert a raklapod ugye ilyen zsákszám van, aztán szeri el. Amíg marha jól néz ki. Még menjen bele. Egyébként ezek jó nagy kapacitású vetők, szóval ilyet ki szokta bírni az egész vetést, hogyha tele van. Jó, figyeljetek srácok, az lesz, hogy ezért ki fogom menni. Megindítom őt, a kirovec ki fog érni, azt kiveszem, és akkor bejövünk vele megtölteni. Igen, itt ezt duplán kellett volna indítani, de mindegy. Igen. Kirovetsz az kávé, akkor fog kiállni. Nagyon gyorsan induljunk meg. Jó. A kirót ki kéne verni, pont jól időzítettünk. Mennyi van? 15%-on meg 28%-on. Őt kivesszük. Ki fogja húzni a végéig? Jaj, de jó, kihúzta. Oké. Okay. Beviszem, megtöltjük, és akkor ki fogom rakni még egyszer. Ó, itt van egy csík, amit elhagyott a Keeper. Tökéletes. Egyébként egész jól megy. Ennyi van, 125 ezerünk, ugye nagyon sokba került a műtrágya, ugye a mag, meg ez a vegyszer, ez a molcsó. Úgyhogy eléggé jól levitt a pénzünket ahhoz képest, ugye, hogy adtunk is el valamit. Ja, akkor ezt megint ugye nyomunk egy karikát, pont az ifa körül. Azt megtöltsük még egyszer, aztán akkor mehet ez is majd. Csak a szalmát is kellene szedni.
Nagyon örülnék neki egyébként, hogy nagy traktorra valahogy össze kellene kalapálni majd a pénzt. Mert akkor ki tudnánk ejtetni esetleg valakit. Bár tudjátok, mit nem tudunk megkerülni? Ugye a permetezés, gyomírtást, azt nem tudom, hogy meg tudom-e kerülni. Mert igazából, látok, mennyibe kerül egy nagy permetező? Mert azok egész szélesek ezek. Nem tudom, azt valószínűleg nem fogom tudni megkerülni, úgyhogy azzal valamit kell majd kezdenem, azzal ki kell találnom valami. Lehet, hogy az lesz, hogy kis traktorok. Kettő darab kis traktor, ahogy beszéltük, hogy soha nem lesz levéve róla a permetező, soha nem lesz levéve róla a műtrágyaszóró, és akkor azok bőven tudják csinálni ezt a dolgot. Na, abba az jó lenne. Várjátok! Ha izé nem jót csinál! Ma! Szólja babba, az-e! Jó, látom, hogy kb. Hogy meddig ment. Jaj, nem, már megint ezt hülye keeper, mi? Jó, inkább átlapolva mindjárt végigküldöm rajta még egyszer. Végig megy ilyenkor? Aha, jó van, oké. Okay. Ugyanott megy? Jó, nem jó. Nem jó. Istenem, én egy hülyét, mint én. Ilyen hülyét, mint én, hogy nem állítom át. Jó, végig megy így, aztán utána akkor már, amikor jön vissza fel, akkor le fogja szedni. Jó. Szólja bab, baze! Szólja bab! Ne szórakozzá! Igen, és akkor ő is mehet szólja babba ezerrel. Még jó, hogy észrevettem, még jó, hogy ránéztem. Oké, akkor még szedjük a szalmát, azt be kéne közéjük oda vágni. Nem mögött elmegyünk. És akkor leszedem. Egyébként amikor illetve gépi munkásokat használsz, akkor szereti akasztani a játékot. Azt vettem, hiszen alapban egyébként bármilyen brutál object van, akkor azért egész jól elboldogul, de amikor gépi munkást használsz, akkor az szeret megőrülni. Na, akkor elmegyünk itt végig, utána elmegyünk ott a túloldalon, a kirovac után, és akkor szedjük. És akkor egész jó beindult ez a vetés. Hát figyelj, vetőből meg traktorból mindenképp kettő darab kell. Mert ugye olyan túl drasztikusan nagy ugrás nem tudunk vetővel elérni, meg hát igazából kombájnból is kettő kellene. Ekkora területre már. Vagy pedig nagyon lassan történnek az események. Az meg eléggé rossz. Na, ott nem keveredsz bele, barátom? Ügyes vagy? Jó van, ügyes vagy, látom. Oké. Okay. Hát megyünk oda túloldalra. Csinálunk helyet. Utána meg akkor eladjuk az 500 ezer litert is. És ez nekünk tök jó lesz, mert lesz egy csomó pénzünk. És ha még nem tudom, hogy mit tudunk megvenni azon a gyalog. Dolgozik mindenki? Jó, dolgozik mindenki, oké. Okay. Ő is csinálja, jó van, babot vetik, mint az állat. Azt meg ugye nem akar visszatolatni, ha megint akár föld végére. Nem jó. Oké. Okay. És nem marad benne ugye szója, az jó dolog. Az egy jó dolog. Oké. Okay. Oké, okay, gyerekek. Igen, ez megy. Hát kettő darab kombájn, meg kettő darab nagy traktor igazából jó lenne. Meg kettő kis traktor. A kis traktorok meg ugye az ilyen permetezés, műtrágyaszórás. Azok lennének még így jó. Igazából 6 darab traktorra, meg 2 darab kombájnnal itt ezt el tudnád szépen munkálni. Hát a kis traktor az elég egy MTZ vagy bármi. Ez tök mindegy, hogy mi. A nagy traktorok ugye, hogy tudják húzni a nagy izéket. De mondjuk a nagy traktorok el tudnánk vinni ugye az eszközöket is a műtrágyaszórót. Az egyikre rárakná egy nagy műtrágyaszórót, a másikra rádobnál egy izét, egy permetezőt, aztán akkor mindjárt jobb lenne. Lehet, hogy azt kellene csinálnunk. És mit tolatgatsz, paze? Ugye van itt, amikor itt tolatgatnak, hallod, ezt nem tudod, hogy mit csinálni, de jó, oké, megfordul. Ja, lehet, hogy akkor megspórolnánk. Nem is az, hogy nagy pénz érted a kis traktor, hanem nem kellene még egy eszköz, hanem akkor 4 gép. 2 böszme nagy traktor, 2 kombány, böszme nagy kombány. Akkor ez a telep, ez ilyen perfekt lenne.
Ja, nem begondolkodik a keeper. Most ugye gépfejlesztés van, ugye azért nem izéket veszek, nem ólakat, mert szeretném lecserélni, szeretném teljesen meg kimaxolni itt a gépparkunkat ezen a területen. Úgy gondolom, hogy ez nem lenne rossz. Egyébként ez a T-150K szegény úgy küzd azzal a vetővel, ilyen emelkedőkön, mint a disznó a jégen, de hát jó van, hát. Bevállalta. Lassan egyébként összeérnek, mindjárt majd idébb rakom őket, nem baj, hogy össze dolgoznak. Mert így legalább akkor nem erre jöttek el. Jó, visszük eladásra. Hát, muszáj gyerekek, muszáj. Egyébként ezt nem tudná elvinni valami cross, vagy valami nagy dög. Az is tök jó lenne, hogyha ez gyorsabb. Az a baj, hogy ez is olyan lassan történik. Jó lenne egyébként venni egy izét, egy nagy GCB-t, vagy egy nagy fentet, nagyon szívesen mennék, azt azzal el lehetne boldogulni. Figyeljetek, ki kell vennem az egyik gépet, ezt ki kell vennem. Mert ő már nem kell nekünk, ez itt le fogja húzni, ha nem, akkor meg úgyis visszafele meg tudja oldani. Ezt átrakom ide, és akkor csak arra tud menni. Oké, mehet is. Mi meg ugye visszük az árut, mint az őrült. Ja, azt lehet, hogy le is húzza egybe. Nem, nem fogja tudni, de nem baj, megy majd visszafele. Oké, gyerekek, tök jó vagyunk. Átviszem a telepen, mert ott ugye aszfaltos, lehet, hogy gyorsabb. Az előtt írta is valaki, hogy lehet, hogy az aszfaltos van gyorsabb, mert legalább ki tudjuk húzatni 38-ig. Igen, valami nagy traktort egyébként azt kellene minél hamarabb, mert akkor azt már tudnám hasznosítani különböző céljaimra. Például ugye, mire? Például ilyenkor is ugye el tudnám rángatni akár 70-nel is ezt a nagy hodályt. Ja, nagy, egy nagy fentet. Mondjuk az 60 csak. De ugye abból bele tudsz rakni ilyen extra nagy motort. Egy nagy, kettő nagy fentel egyébként lefognám ezt a területet. Böszmen nagyot se kell, mert nagyobb nem kell. Vigye el maxa. Gyerekek, mondani, itt van a területem. Jó, fűjes. Fűjes a fűj. Ezt érdemes volt meg azt a betyár a rohadt életbe a tuskóinak. Ki kellene marnom a tuskókat onnan. Ja, ezeket a területeket nem sok értelme volt megvenni. Egyébként erősen agyalok rajta, hogy fogom azt eladom a francba. Mert igazából az összeszántás ugye megmarad, az ilyen örök dolog. Ha jól emlékszem. Nem tudom, azon a területen én úgy gondolom, hogy meg tudok termelni annyit, nem, srácok? Hogyha mindig az lenne rajt, bőven meg tudnám termelni a csirkéknek, akkor mi a szarnak? De megint meg fogtok izélni, meg... De ugye a területet azt ugyanannyira adod el, mint amennyire vetted, úgyhogy nem egy nagy... De mondjuk össze van szándol. Ó, gyerekek. Legszívesebben egyébként adnám el, mert nem tudom, annyira nem élem, hogy ez van. Hogy állnak ezek? Jó. Pont arra gondoltuk, hogy ez ugye le fogja húzni. Ezt majd odébb tesszük. Egyébként ezek nagyon lassan fogynak. Szóval tök jó. Oké. Jó, meg is vagyunk gyerekek. 13 ezeret adott. 138 ezerünk. Hát igen, amikor nincs tojás, akkor azért lassan jön be a lóvé. De viszont most ugye szójázni fogunk, abból megint jön be egy csomó zseton. Mármint nem csak a na jó, de nem lesz rossz az. Jó lesz ez a terület, csak egy kicsit most fáj a szívem, mert ugye a marha tenyésztést azt máshova akarom, aztán igazából fölöslegesen vettem meg. Még nem fölöslegesen, mert ugye... Tudom én, fölöslegesen? Nem fölöslegesen, mert ugye fogok már rajta korizait. Mit tudom én, szóját tolni, vagy valamit, aztán igazából akkor holt időben lehet valamit csinálni a kombájnokkal. Sőt, akkor lehet úgy csinálni, hogy így váltakozva, ugye az egyiken megy a vetés, másikon megy az aratás, és akkor így folyamatosan jön be a lóvé. Időt pörgetni ugyanúgy kell, szóval valaki írta egyébként, azért nem jó a két föld, mert akkor ugye oda-vissza csinálod, akkor nem pörgetsz időt, dehogy nem, hát ugyanúgy kell pörgetnem időt, mert aki beérni nem fog, akkor, hogyha gyakorlatilag le van állítva az idő. Szóval ugye, így, azért, majdnem rossz helyen mentem ki. Szóval, kell pörgetnem időt. Úgyhogy lehet, hogy azt kéne csinálnom, hogy az egyiken szója, a másikon meg mondjuk folyamatos búza. És akkor igazából lenne egy kis plusz pénz. Csak ugye a pénzt az úgyse itt fogom megtermelni.
hanem a máshol. Azt meg elkezd megint visszatolatni. Oda nézzé. Ne! Sanyi! Ne örgítsél meg! Jó, de azt szerintem, ezt lehet, hogy nem is kellene egyelőre. Ezt itt hagyjuk. Mert igazából ő jó helyen van. Ő meg nagyon nem jó helyen van, mert jön. Akiről vetsz, jön a haver. Figyeljetek, mekkora szalmakupac. Kirovácsot így majdnem földönti egy sem. Kíváncsi leszek, milyen lesz az a sorozat, amelyik ugye az FS22-es. Ez biztos érdekes lesz, meg furcsa lesz, hogy ott igazából tényleg egy ilyen vlog jellegre fogunk rámenni. Lehet, hogy egy ilyen napi vlog és szerű dolgot is be fogok oda vezetni. Hogy így mindig az aktuális dolgok, amik történtek velem a napokban, arról is fogok mesélni. Aztán akkor igazából egy ilyen gameplay vlog szerű dolog lesz. Meg régi dolgokról, meg mindenről. Gyerekek, ennyi szalmát, amire eladok, valahol nem megy a napba az. Még jó, hogy a izébe úgy kell kieresztgetnem. De viszont ennyi pénzt nem nagyon akarok elkótyavetyélni, érted? Ez a szalma, ez egy ilyen saját magad szivatása, ez a búza, mert van a szalma, azt meg ugye el kell adnod. De viszont ezzel meg ugye azért elég sok munkád van, meg még ráadásul megakasztja a folyamatot. És hát figyeljetek, már fele kb. Megvan a földnek, mert az ugye tovább is van nyúlva. Jó gyerekek, semmi gond, de egyébként, hogy mennyi szalma van újabban, itt az őrület. Brutális. Ha valamit nézek, bekapcsoltam az őrület sebességet, 3-as gombot. Izére vagyok kíváncsi, hogy ez a gép, ezt milyen gyorsan lehet húzni? Vagy nincsen le amortizálódva? Mindjárt. Hol vagy? Hol van ez a nagy dög? 20 km-re. Akkor ez lehet, hogy le van amortizálódva, gyerekek. Mert ez csak 15-tel akar menni. Azért nem lenne mindegy. Ugye a gép az nincs leamortizálódva, de ez a kutlás lehet, hogy le van, sőt. Csak az a baj, hogy ugye ezt gépi munkás nem tudom megindítani. Akkor ezt úgy kell majd okosba, valahogy. Úgy fogunk visszajönni, hogy izén keresztül. Cégen keresztül, és akkor az IFA-nál van a doboz, és akkor megjavítjuk, jó gyerekek? És akkor 20-ra tudjuk már húzni, nem 15-re. Valószínűleg le van kotkodálva. A piros kirovecetett itt a kedvenc. Nem tézé kiesett a pixisbe. Valaki egyébként írta, hogy nagy kabinos MTZ legyen. Szegény Nemo ír meg lehűrók, de hogy nem csak ezt tűröd, hát nem lesz itt MTZ. És mit akartam ma? Egyébként majd próbálom úgy összeválogatni a gépeket a Farming Simulator 22-es sorozatban, hogy ne legyenek, mindig olyanok legyenek, amik nem nagyon voltak ebbe a sorozat elején, érted? Hogy akkor ami kimaradtak innen, például UTV, meg nem tudom, meg Fiatagri, meg nagykabinos MTZ, meg ilyenek, akkor azok legyenek inkább abban a sorozatban. Jó, hát figyeljetek, ez tök szépen le fogja vetni. Van bőven magunkban, bőven műtrágyány, vegyszerünk, szóval amikor majd hozzuk ki a traktorokat, ahhoz, hogy ugye lemütrágyázzunk, ahhoz... Ja, belegondolok, kettő traktor bőven elég lenne, maximum 3, mert kettőt igazából amikor vetsz, akkor ugye nem tudsz műtrágyázni, meg nem tudsz permetezni. Szóval akkor tudod azt csinálni, amikor már bajtad a vetést, tehát pörgettél egyet. Ugye akkor... Hát mindenképpen a nagy traktorokra kell menni, nem a kicsikre, mert azt ugye tudod, a nagy traktort kis munkára is tudod használni, de a kis traktor nem tudod nagy munkára. Hogyha most ott áll például két MTZ majd a föld szélébe, és kéne valamire a nagy traktor, akkor meg... Appá, hát nem, nincsen, nem tudok vele mit csinálni. Akkor meg érted, akkor meg beszívsz. De hogyha idővel mész, nyomod nagy traktorokkal, és nagy traktorok állnak a föld szélén. Igaz, hogy van neki költsége, ugye? Napi, mit tudom én, üzemeltetési költség, vagy minek nevezik azt. Akkor is, de legalább tudsz mihez nyúlni.
De kis traktorhoz nem tudsz, hogyha nagy munkát akarsz csinálni. Egyébként úgy van, egy nagy fentet fogok venni legelőször, meg egy nagy vetőt. Itt izé lesz, itt nagyon reformáljuk a tényezkedekkel. De ja, azon gondolkozok. Egyébként egy darab vető az tök use lesz nekem, mert sose használok hármat egyszerre. És egy darab vető az el fog menni a háztól. Meg kell nézni, mennyibe kerül a nagy fent. Nem-e tudjuk megvenni ma. Tojások nem, nincsenek ugye, még időpörgetés nincsen, és nem akarok úgy időt pörgetni, hogy oktalanul. Mármint, hogyha nem, mit tudom, én nem akarom mondjuk, hogy beérjen a búza, vagy valami ilyesmi. Fölöslegesen nem pörgetgetem az időt. Emiatt ugye tojásból most nincs pénz. De viszont ugye, hogyha buszolunk lesz, akkor kell pörgetnünk kérdőt, és utána eladjuk, akkor azért olyan mennyiségű pénz fog bejönni tojásból, hogy az őrület. Viszont, hogyha most választanék, minek nevezik? Tojá, vagy csukólakat, akkor nem ilyet választanék, mégse, hanem olyan választanék, amelyik nem belülre rakja a tojást, hanem kívülre. Ha belegondoltok, akkor ugye egyből fel tudnád szedni izéve géppel, autólodossal, így meg ki kell szórnom. Mert egyébként megpróbáltam gameplay-en kívül, nem éri el sajnos. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen nem jó. Gyerekek, szuper. Mennyi izén basszus, mennyi pénz jön be. Hát figyelj, eladod, mennyi eladod? Tizen... Még biztos, hogy minimum egy adag van a Földön, meg van, vagy 6 adag, ugye benne a 5,5-6. Úgyhogy akkor az olyan 7 adag biztos, hogy van még. Úgyhogy 7x10, 70, 7x3, 21, 91, olyan majdnem 100 ezer, tehát hogy olyan 250 ezerre föl fogunk menni. Jó nagy időbe kell itt kifordulni, lol. 250 ezerre fel fogunk menni, bár az megmondom őszintén, az lehet, hogy egy kicsit kevés. Meg ugye nem is tudom, mennyibe kerül vagy 30 ezerbe a lerakott mixer. Úgyhogy egy olyan 280 ezerre fel fogunk menni. Viszont ugye egy ilyen nagyobb traktort meg tudjuk úgyis... Mi az itt a tuskó? Egy nagyobb traktort úgyis meg tudunk menni. Ne felejtsünk el bemenni a telepemre. Nagyobb traktort úgyis megvehetünk, hogy még egyelőre kisebb motorral, vékonyabb kerékkel, mármint nem kell maxizni. Ezt meg tudjuk később is oldani. Gyerekek, már ilyen 100 000 már ilyen kevésnek számít nekem már, mint így. Meg kiszámoltam, hogy mennyi jön ki a szalmából, csak 100 000 euró. Csak 100 000 euró. Úristen, mi az a kevés pénz? Ne őrítsetek, mert menjünk az aszfalton, mert gyorsabbak. Nem. Majdnem elfelejtettem. Itt viszont van egy kriptoid tábla, erre vigyázzék a gyerekek. Ilyen kicsit ilyen izé. Ilyen, minek nevezik azt a Mario-t, amelyik ilyen régy Cat Mario. Hogy vannak ilyen, ilyen csapdák, aminek nekivész, aztán rage-elhetsz. Cat Mario. Meg kell javítani, tudjátok. Okosba. Hun vagyunk! Így ez le van idejével, le van gipszövére, gyerekek. Próbáljuk meg valamit kezdeni vele. Kinyit, nyomj. Le van gipszövére, le volt gipszövére! Hogy a doboz, összetöröm a laptopot bele. Hogy kell? Erre? Ha mi van? Egyébként valamit nagyon vesznek itt, de mit? Istálóknál. Hogy soha nem azt, amit nekem van. Az a durva, hallod? Aha, javítás. Ez már is akkor talán 20-ra fogja húzni, de itt vagyunk, akkor miért nem a kilovecet, miért nem javítom meg, ugye? Mert mi a gépör? De mindig a... De nem... Múltkor írtam ugye, hogy miért mindig a rossz oldalon szállok ki. Ezt nem úgy gondoltam, hogy...
Most én valóban kérdezem, hogy mármint tudom. Tudom, hogy azon az oldalon száll ki a gépből, amelyikben van a vezetőülés. Csak ez egy ilyen kép zsértölődés volt, vagy Murphy törvénye, hogy biztos, hogy mindig azon az oldalon szállsz ki, amelyiken nem akar rá, érted. Na, ezt még gyorsan össze kéne szedni. Egyébként a vető, ja, két vető, egy vető az elmehetne háztól, mert abszolút nem használom. Na mindjárt valamit kitalált a Keeper, hogy ezt hogy lenne okosba megcsinálni. Úgy csinálja meg a Keeper, hogy nyom egy V-t, meg nyom egy B-t, meg nyom egy 3-as gombot, és odarézében húzza-húzza, látod, hülye volt a Keeper. És akkor nézzük meg már itt ezeket a nézéket, csodagépeket. Mindig ezeket a nagy traktorokat nézegetem, mint ilyen. A GCP azt imádom egyébként, egyszerűen. Nagy fent, 329. Jó, új, azért az nem kevés, hallod? Azért az nem kevés, 329. Viszont a GCB-t, azt meg szeretem, mert gyors. És megnézzük, hogy hány lóig lehet skálázni, jó? Hány lóig lehetne skálázni. Az viszont tök jó, hogy gyors, azt nagyon szeretem benne. Ugye 70-nel megy. Úgyhogy az, most is gondolkodok, hogy az lesz. Nagy traktorok, hol vagytok? 310. Meddig lehet skálázni? Így sem eddig. 348 ezerbe kerül, aztán, vagy 348 lóerő, aztán annyi volt. Csak én azért közben egy kilépek ide. Istenem. Ezt meg ugye 517-ig föl tudod rántani, alap 396, hát jóval jobb, majdnem ugyanennyibe kerül. Igaz, hogy csak 60-nal repesztesz vele, viszont böszme erős. De viszont megnézem, végignézem az erőket. Az a gond, hogy itt jó be kell állítani, ezt akkor tudsz nézelődni közben. Végig kéne néznem az erőket. De most egyébként modoltban nem nagyon gondolkozok, nem is sok modoltat hagytam benne. Nagyokat kivettem, mert igazából minek. Meg ugye jobban is fut a game, meg minden. Nézzük az ár-érték arányban mi lenne jó. 321. Őre lehet ugye félig ilyen hernyótalpat. 292. Hát olcsó, nem kapsz traktort, úgyhogy azt el lehet felejteni. Viszont ez 305 lóerő. 380, 400, itt már ugye 400 lóerők ugrálnak. Én azt mondom még mindig, hogy a nagy fent, 329-ért, mivel ez nagyon jól skálázható, 517 lóerőig, 500, hoppa, 517 lóerő. Aha, és látod, nem is jó helyen mentem végig. 517 lóerő, az mindenre is elég, úgyhogy mindenképpen 320 ezeret össze kell koppintanom, és akkor azt fogja megvenni a Keeper következőre. És utána pedig a izét fogja megvenni. A hozzávaló, hát hozzávaló tudom. Egyébként nem hiszem, hogy elviszi ez a gép azt a nagy vetőt. Azért nem merem megvenni, mert én úgy érzem, hogy azt nem fogja elvinni. Ugye ezzel is eléggé... Mármint a T150K, ugye ennek a mostani vetőnket nagyon nyögvenyelősen húzza a Rea módnak köszönhetően. És pedig ugye nagyobb teljesítménye van, mint ami a vető megkövetel. És emiatt nagyon félek attól, hogy megveszük, és igaz, hogy 400 lovas a kiró, de nem fogja elvinni. Higgyétek el, hogy nem fogja elvinni. Én biztos vagyok benne, hogy nem fogja elvinni, srácok. De ha gondoljátok, akkor én benne vagyok nyugodtan abban, hogy megvesszük azt a vetőt, mert mennyibe került az valami 200 valahány ezer, ugye? És meg jó állítsuk be legalább, vagy valami legalább most jó állítsuk be. Hol vannak a vetőgépek? Ugye ezt néztük, 5. 270 lóerő kellene neki. Nekünk 400 lóerőnk van, de én félek tőle egyébként, hogy nem fogja elvinni. Félek. Sőt, nem hogy félek tőle, hanem ilyen 90% biztonsággal mondom, hogy ezt nem... A kirovetsz azt a betőt nem fogja elvinni. Szerintem, srácok. Jó, visszafordulok, azt mindjárt ránézünk megint.
valamire, valamit meg akartam nézni. A Kirovecet akartam megnézni, hogy erre tudok dupla kereket rakni esetleg, hogyha nagyon ásunk. Azt hiszem, hogy erre meg pont nem tudsz, ugye? Majd traktorok. Kerékbeállítás van. Ikerkerék, de van rá. Hát nem tudom. Lehet, hogy akkor... Aha, jó, mehetünk is. Lehet, hogy akkor azt kéne csinálni, hogy megveszünk a vetőt. Hogyha nagyon szor a helyzet, akkor rakunk a kiróra ikerkereket. Mert ha az a vető, az a vetőt elviszi a kirovec, akkor jó, akkor nincs semmi gond, akkor marad két kirovec itt, minimum. És akkor tök jó, mert akkor még egy olyan vető, két kirovec elviszi. Igaz, hogy nem túl gyorsak vagyunk ezzel. Esetleg akkor kapunk még egy izét. Kapunk egy GCB-t, amivel ugye gyors reagálás verőként tudunk mozogni. Meg akkor az permetez, meg az műtrágyáz. És akkor így három traktor, két kirovec, és akkor csak egy GCB-t kell verni. Csak vigye el! Vigye el! Ez a kérdésem, hogy vigye el! Nem vagyok benne biztos, hogy elviszi. De ugye jobb alkalmunk nem is lenne, mint kipróbálni, mint most. Csak azon mondta, hogy nagyon el vagyok izélve, havazva. Pénzügyileg még nem vagyunk azon a szinten, hogy megvegyük azt a vetőt. Ja, nem tudom. A real mód miatt ugye, a real mód az eléggé befolyásoló tényező. Na, hát meg kell nézni, meg kell próbálni, srácok, ugye? Figyeljetek, azt a vetőt fogom úgyis használni, úgyhogy akkor az lesz, hogy veszünk egy olyan vetőt. Aztán maximum nem lesz rá traktorunk egy ideig. Hogyha nem tudjuk elvontatni. Lehet, hogy azt kéne csinálni, ki is veszem azt. Mindjárt megnézzük, hol tart a vetőgépünk. Úgy. És akkor megnézzük, mennyibe kerül az a vető. Hol vagy, barátom? 224 ezer, meg is lenne rá a pénz. Úgyhogy ki kellene venni a sorból őt. Jó, még mehet, mert úgy látom, hogy még azért van neki vissza. Ezt meg kéne tankolni, hogy ezt a lepel, úgy kéne mennünk. El kellene adni az egyik vetőt, mert az egyik vető akkor minden... Sőt, akkor kettő vetőt is el tudunk adni, mert ugye nem kellenek. Mivel akkor ugye meg lesz két vető, mindenképp két vetővel akarok dolgozni azon a földön. Ne, ide fölöslegesen a három, mert amire kihozod, meg minden arra, kettő vető is tök gyorsan. Kettő vetővel egyébként tök gyorsan meg tudod csinálni. Főleg ugye, hogyha a szalmát le kell róla hordani, akkor nagyon csibészesen kell csinálni, hogy kettő vetőt is meg tudja előzni. Jaj, az a tuskója mi? Van egy ilyen icipici tuskó, úgy megdobja. Elmegyünk, megtankolunk. És akkor veszünk egy olyan vetőt, jó? Srácok. Ugye eladunk egy vetőt, visszaugratjuk ezt a kirót. A piros kirót. Mennyi van még egyébként? Vezet, itt elférek? Jó. Mennyi van még a szalmában? Az a baj, az a szalma, ez idegesít. Nem, egyszerűen nem merem rajta hagyni. Nem az, hogy nem merem, nem is akarom rajta hagyni. Mert pénz, gyerekek, pénz! Tankolunk! Ebbe aztán megy, öcsé! Mennyi, hány literes ezeknek a tankja, te? Hát ezer... 1000 euró elmegy, bazza, izére. Üzemanyagra. Menj, tankold már meg, úristen, mi van? Jó. Hát ja, körülbelül bassz, és nagyon durva. Azért mondjuk 1000 euró üzemanyagra, az mennyi az? 400 ezer forint. 400 ezer forintért tankolom tele ezt a gépet, úristen, mi a szar? Nem sok egy kicsit, vagy nem tudom. Soknak érzem. Lehet, hogy én 400 ezerért tele tankolni a kirovecet, szerintem azért az erős túlzás, nem? De figyeljetek, három csík van, szóval semmi probléma. Közben akkor majd vissza kell ugratnunk pár eszközt. Tök jó. Mindenképp legalább egy csík. Figyeljetek, végigéred a kirovec, akkor lehet, hogy azt csinálom, hogy akkor... Jú, csak tele van izé. Mennyi van benne műtrágya?
Szólj abba a műtrágya, 48-40. Van olyan, amelyik üres. Azt kell elküldeni. Ezt kell eladni. És megint nem azért adom el, ugye, hanem ezeket akkor nem, abszolút nem fogok használni ekkora gépek. Ezután már csak ennél nagyobbat fogunk használni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Kiro el fogja elvinni ezt a izét. Ezt a dögöt. Hát, nem vagyok benne biztos. Én srácok, van egy ilyen érzés, ami nem fogja elvinni. Rendsodrózás még egyébként érdekel, lehet, hogy fog rendsodrózni szalmát, vagy lehet, hogy kevesebbet kell fordulni, csak az igazából a rendsodrózás szerintem azt nem tudom gépi munkásra bízni, úgyhogy kb. Ugyanott leszek. Na várjál, te meg itt akkor álljál meg? Meg itt. Ezt lehúzzuk, ezt a picit. Meg itt végig szántok vele, jó? Végig szántok a vetővel, ez állva képzel, itt végig gangolok ezzel. Még azt mondom, a vető nem 15, hanem 18-ra tudott csapatni, ugye? Jön az airdrop. Ó, menjünk már gyorsabban. Bár lehet, hogy ez is le van amortizálódva, azt azért megy ilyen lassan. Mindjárt megnézzük a garást. Garázs. Hol vannak? 90 méteres, 18, ja, ez is lehet le van amortizálódva, mert csak 15-tel. Csak nehogy az legyen, hogy... Azért, mert 15-te már ennyibe bírja, mi? És akkor azt a másikat, azt meg nem fogja bírni. Mennyi a izéje? Mennyi a... 200-et, ez is 200-et fellóvat kell neki. Úgyhogy akkor... Ne! Bazz, nem hiszed el! Kifogyott az üzemanyag, dick! Jaj, Istenem! Nem hiszem el! Te rohadt élet! Hát, ilyen hülyét! Oh my fucking god! Na várjál! Visszaállítás. Már ilyenkor megmarad benne az izé? Cucc. Amikor visszaállítod, mert nem tudom, pótkocsiba például nem marad meg. Ebbe ez üres volt, ugye? Ezt visszaállítjuk. Kettőt visszaállítunk. Oké. Okay. Meg... ezt vissza kéne mindenképp állítanom. Mármint most nem azért. De visszaállítom. Nem azért, mert most... De most mi van? Ez nem lehet visszaállítani. De mert benne ülök. Mi van? Ez visszaállítom. Most nem azért, hogy itt trükközök, hanem az, hogy... ezzel akarom ugye visszahozni. Akkor, jó gyerekek, már megint izé, kitalálok mindig, és már ilyen egy rész alatt ilyen mindenféle hülyeséget kitalál a képet. Na, először is kellene üzemanyagot venni. Elkülönben bajos a dolog. Üzemanyag, az a raklapos. Ó, oda van. 500 liter. 500 liter, na várj, 500 liter, de meddig lesz, hogy ide kirovetsz. Hallod? Meg sem mozdul, bazza, mi? Érdekes ilyenkor, amikor visszaugratod, akkor kerül bele valamennyi. Na, 500 liter, az meddig? Hány literes tankja van ennek a rémálomnak? 500 liter, meg is telik? Nem. Akkor ennek egy ilyen 800 literes tankja biztos van, bár igazából meg lehetne nézni ezt, akkor nem kell találgatnom, mert ugye meg tudod nézni, csak lusta volt a keeper rá. Nem is tudom, hol van. 640 liter. Ugye? Ha jól értelmezem. Vagy nem? Az nem az? Vagy az a izé volt? Hogy mennyit eszik? Na, skrácok. Eladási dolog megy, már megint eladunk mindent, mi? Eladunk mindent. Oké. Okay. Ugye hozok még egyet, ilyenkor kíváncsi vagyok, ki ürült ki belőle a cucc. Akkor ezután úgy kell gondolkodni. Érdekes. Visszaállítod be, az a kiürül belőle a cucc. Jó, mindegy. Nem ezzel fogunk emelni a bucsúba. Bum! Direkt egyébként, mondom. Nem gép, hanem bírja. Ó, láré! Nya! Hagyjuk el a dolgokat. Itt van egy variant. Golf 3 variant. Egyébként azt tudja, hogy az. Tudom, az eleje nem pont az, de egyébként tök olyan. Na gyerekek. Jó, mennyi? 80, hát mennyibe kerültek ezek, bazd? 80 ezerbe adom el, hallod? 82 ezer? Te Jézus Isten! Bazd, meg tudnám venni a nagy traktort. De hát igazából mit húzok bele, érted? Hát na most azt ne imádkozzatok, gyerekek, hogy a...
Azt a vetőt azt el tudjuk rángatni. Egyébként gondolkozok a dupla keréken, de azt majd meg tudjuk konfigurálni otthon is. Na nézzük. A nagy vető. Ú, de édes Isten. Ugye akkor nézzük meg még egyszer, 15 méter. Egyébként ez meg... Marjáma? Igen, erre írja ezt a súlyt, erre meg nem. És ez 14,4 méter, az meg 15. Nem tudom, azt nézem, hogy mi a változás. Basz, ennek 420 lóerőke, hallod? De mi a poén benne? Amikor ez nem olyan széles. Ha, gyerekek, mivel fogom itt megszívni? Miért van az, hogy ebben csak 270 lóerőke, ennek meg 420? Itt valami nem stimmel, gyerekek, komolyan mondom. Ha egyszer ez meg szélesebb. Miért? Why? Meg mi? Hogyan? És ez nem mód. Nek 420 lóerők, ennek meg 270. Jó, hát megveszem bazen. Egyszer a élőn gyerekek, mindjárt megnézzük mekkora. Magot most nem veszek, el van ott hol, de hát igazából... Jaj, 224 ezerért vettem betőgépet. Gyerekek, hát a szemem álljon meg öcsém, hogy már mit nem meg nem csinálunk. Jó, hát ez egy elég... Azt a betyár. Ha már tudom, hogy miért írja neki a súlyt. Ha figyeld! Figyeld a kirót! Oda nézzel! Ez durva! Azt a betyár, hallod? Ez nehéz. Ez egy nagyon nehéz eszköz. Meg ugye ilyen félig függesztett. Ja, van egy olyan érzésem, hogy ez a bajunk lesz. Van egy olyan érzésem, hogy ez a bajunk lesz, de tényleg. Na várjatok, vegyünk. Magot nem itt, de Szilárd, vegyük meg itt, mert akkor onnan otthonról nem fogy. 2, 3, 4, nem tudom, hogy hány literes volt. De kiderül, nem igaz? Ebbe fér anyag, apám. Ja, 4000 liter fér, ugye? Mind a kettőből. Jól gondoltuk. Nem 4000 liter fel. 3000. Akkor jöhet egy kis magocska is. Ez 2100 liter, hát ebből nem tudom, hogy kettő csak kell. Hát, jó, ennek azért kell. Nem is azért kell neki. Nem is az a probléma vele, hogy nagy vonóerő, hanem valami rohadt nagy súlyú gép. Hát, még kéne gyerekek. De várja, most csak zsákosat. Oké, nagyon jó, na menjünk. Megvan jó mindennel, csukjuk le a tetejét. Gyerekek, ez, elmondom nektek, ez lököd. A löködi a kirovecet, az meg már azért elég érdekes szitu. Megjavítjuk a kirovecet feltétlenül. És várjál, tudod, hogy megpróbálom. Ha nincs olyan szar állapotban a kirovec, hogy ezt nem húzza el, hogy... Mindjárt megnézzük, gyerekek, mindjárt megnézem. Úristen, ez kétszer olyan széles. Mint a másik volt? Nem kétszer olyan széles, de jóval szélesebb, ugye? Úristen! Úristen! Úristen, várja, itt meg van ilyen fa, ezt várja, hadd vágjam ki. Ez itt mindig is idegesített. Hol vagy, piros jel? Hol francba tudom kivágni? De utálom ezeket a földbe rakott fákat, gyerekek. Ezzel lehet varítani égnyem. Ó, te... Megvan. Jöjj, hát ezt mondtam, hogy én kompakt méretű, hát mekkora hosszú ez, apám. Na ezzel tud egyáltalán tolatni ez a gép? Hűj, van, ma most félek tőle, hallod? Jézus Isten, milyen hosszú ez, mint a vonatfügy, hallod? Jaj, én azt már most látom, hogy ezzel nem fog dolgozni jól. Jaj, testvérem az úrba.
Na, erre kíváncsi, hogy nyomok egy hát. Ó, nem Budát, te hülye gyerek! Szóját, a francia sem bele. Nem onnan! Vissza! Ha! Hát ez viszi, mint a rongyot, gyerekek. 18-al. Brutális. Édes Istenem. De nagyon durván viszi. Én ezre nem gondoltam volna, hogy ezt ilyen jól viszi. Viszont olyan hosszú, mint a vonás, hogy kíváncsi leszek, hogy mit fog a föld végében ezzel működni. Ejjjaj. Úristen, ez nagyon durva. Gyerekek! Hát nem megy ez, mint az ágybaszarás. Azért ezzel lehet vetni, nem? Kettő darab ilyen vető kell nekünk. Kettő ilyen vető, akkor kettő kilovac maradhat, gyerekek. Akkor mindenképp a kettő kilovac marad, még egy ilyen vető kell, meg még egy olyan combine, meg igazából akkor egy GCB. Szerintem az, hogy ezekkel így ellennék. Igen, 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 igen. Ugye nem fog addig kimenni. Viszont ugye, amikor lehúzom először a szélét, akkor szélesebbet is húzunk vele, szóval nem lesz gond. Csak ugye nem akarsz visszatolatni kenyába. Na, erre rohadt kíváncsi leszek, hogy fordul. Hát, szerintem jó. Szerintem jó lesz, oké. Viszont kellene akkor összeszednem a szalmát, mert mindjárt bajok lesztek itt. Mert ez itt visz mindent, itt a piros hetes. Jó, gyorsan, mert mindjárt ide jön a haver szembe. Na, kíváncsi vagyok, hogy fog működni. Szerintem jól fog működni, úgy látom, hogy jól működik. Annyi, hogy ugye amikor lehúzod, akkor ugye ugyanúgy szélesebbet kell húzni vele. Ez mi? Ez már húz? Nem. Nem, még csak tolat. Jó. Jó van, gyerekek, akkor meg igazából megvan a megoldás. Hogy ez hogy fog tovább folytatódni. Meg igazából, most azon gondolkozok, hogy kis GCB-k is lehet, hogy elegek lennének, nem is kellene nagy, nem? Mert a 2 kilovac az húzná ezeket. Ez bőven elég is lesz neki. És akkor kis GCB-vel meg ugye tudnám csinálni a többi munkát. Meg a kis GCB lehet, hogy ezt is el tudnám húzni a hamstert. Mindjárt megnézzük, kis GCB az mennyi íze. Hány paci. Meg ugye az is tud 70-en menni, vagy talán az még többel. Úgyhogy ilyen pótkocsi, meg ilyen dolly húzogatás, meg ilyenekre arra, az tök jó lenne. Oké. Másik oldalon is mindjárt meglátjuk, hogy fog, talán nem fog belemenni nagyon a dzsubába. Hát annyi, hogy lehet, hogy le kell neki húzni majd a föld szélét mindig. Nem olyan nagy gond. Itt egyébként elég szépen kimegy. Toladva fordul. Nem lesz ez a gond. De jó van, gyerekek, tök jó. Nem tudom egyébként mióta vagy a videó. Remélem, hogy annyira nem olyan régóta. Ezt itt is vagyok, gyerekek. Aztán hogy csinálja? Szépen fordul. Itt ugye tud fordulni, mivel nincsen akadály neki. Jó lesz. Akkor ez a vető az jó lesz neki. Jó drágák. 2,5 millió. Eurócska. Hát valamiért. Viszont a 2 darab fog olyan széleset húzni, mintha 3 darab olyan kicsit működtetné, meg ugye kevesebb fordulás. Ugye a végén, meg ugye jó nagy tartály, ennek köszönhetően nem fog kifogyni, tényleg elég lesz neki egy tankolás a legelején, mikor megindítjuk. Tök frankó, nekem ez tetszik, ez jó lesz, gyerekek. Ha kirovecek, ehhez pontosan jó, 270 paci. Úgy látom, hogy ez megfogtuk az Isten lábát ezzel, sikerült összehozni. És akkor izék lesznek, és GCB-k lesznek még ezen a területen, én úgy gondolom. Megnézzük a kicsiket, hogy akkor az... Gyerekek, még 88 ezerünk még maradt. És bár igazából semmit nem vettünk, csak egy darab vetőgépet, 2-t megálltunk mi. Ugye azért jöttem ide be, hogy ezt majd ki kéne üríteni. Ugye, be is járunk alá, aztán ürítsünk egy kicsit. Adjuk-e belőle a dolgokat? Mert itt még van 500 ezer. Na, és akkor sikerült úgy odaállnom, hogy pont nem. Ha úgy te hallod, fiú.
Jó, oké, sikerült. Oké, mindjárt ránézek, hogy mit csinál. Úgy látom, hogy még szépen. Ó, igen, megint fordul, ugye. Mindig úgy csinálja, hogy ki leveszi, tolat, és úgy fordul. És ezt bőven le fogja húzni egybe. Remélem a kerítésbe nem fog belegabajodni. Nézzük, hogy nem, mennyire nem lapoltatja át. Nagyon, mert vannak ugye modoknál, amikor nem jól van megadva a munkaszélesség, akkor így átlapoltatja. Jó, hát ez nagyon tökéletesen meg is lesz. Na még egy, meg majd mindjárt meghúzza a képet. Szuper! Szuper, gyerekek! Szuper! Jó, meg vagyunk elégedve. Kettő ilyen kell. És akkor a kirovecek megmaradnak. Nagyobbat nem akarok erre a területre, nagyobb vetőt, mert itt ugye ilyen egymásba kapcsolt, rohadt hosszú vetőket nem akarok, hanem akkor inkább az majd a nagy területre. Szerintem ez a kettő vető, két kirovetszel, meg akkor azt mondtam, hogy ugye nézzük meg a GCB-ket, a GCB-ket. Nagy traktoroknál van a mind a kettő, ugye? Igen, ez 310, nem, akkor közepesnél van. Hány pacink van nekünk? 348-unk. Aha, és a kicsi, az meg a közepeseknél van? Aha. Ez meg 235. Lehet valamit? Nem nagyon. 235. Mennyi kell mondjuk? 196 ezer bekerül a gyerekek, az tök jó. Jó, meg végzett mondhatni, úgyhogy ezt megállítom, és akkor mindjárt átnézem itt a dolgokat. Azt akartam megnézni, hogy például ehhez, az eszközhöz, mennyi kell. 110 lóerő, bőven elég lenne. Bőven elég lenne kettő kis GCB, kettő kilowatt, ide, ugye? Jól látjuk, gyerekek, a helyzetet? Szerintem baromi jól látjuk. Ennek így kell történnie, gyerekek. Két ilyen vető, két kilowatt, kettő kis GCB, ennyi. És meg is van. Meg ugye még egy kombájn. Kettő kombájnnal. Meg egy átrakókocsi. Te gépen, te olyan hülye vagy. Te hallod, így mindent is, mindent is megveszek. Hallod, már ilyen izéig, nem is tudom hány millióba veszem ezeket a gépeket. Ugye ezek ilyen nagyon viszik a pénzt ám. Úgyhogy még mindig ugyanott azon a földeken vagyunk 10 rész óta. Jó, de hát figyeljetek, ezt muszáj fejleszteni, mert nem kicsi gépekkel, ne? Izéket, nem domkombájnokkal akarom már csinálni, nem? Ugye itt ezt lerántja a keeper, mert itt ez nem tetszik neki, hogy ilyen csúnyás. Azért ezzel lehet húzni széleset, apám. A teleket érted, lehúznád vele izére egy gázfröccse. Jó, van gyerekek. És alig fogy belőle, úgyhogy tök jó lesz. Na, VB, X, összecsuk, bevisszük. Telepre. Csukjad össze, mert el fogok adni. Csukjad, 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 csukjad. Jaj, bazze, hallod, ez nagyon néző jó, tetszes volt. Meg ilyen. Oké, srácok. És figyeljetek, igazából az van agyallok, hogy az utolsót is el lehetne adni, mert amikor a következő vetés, amikor legközelebb kell, arra már biztos, hogy megvan rá a pénzünk, érted? Érted, hogy mire gondol a képe? Hogy igazából arra már meg lenne rá pénzünk. És ugye az 80 ezer, mennyibe kerül a kis GCP? Jaj, gyerekek, nagyon be vagyok izéve sózva, nem? Nagyon be vagyok sózva. Jó, hát ez itt kell. Figyeljetek, olyan eszközöket tartunk meg, ami muszáj, ami kell. És akkor igazából kettő kiló. Igen, kettő kis GCP kellene nekem. Mennyi volt? Mennyi volt a kis GC? 196 az egy, jó, gyerekek, hát nem hiszed el? Az nagyon jó ár! Hülye vagy, Keeper? Nagyon durván. Nagyon jó ár, úgyhogy ezt nyomunk egy visszaállítást, igen, oké. Nyomunk egy visszaállítást, igen, oké. És... Hú de durva dolgok vannak itt. Figyeljetek, nyomunk egy visszaállítást az MTZ-en. Nyomunk egy visszaállítást, hol voltunk? Rába. Az Rábával egyébként azt ne felejtsük el,
hogy a rába az mindenképpen úgy lesz. Egyébként ebben még van bazemag. Ezt is felejtettem. Jöjj, ebben még van mag, akkor a csukó nem lak ilyen. Biztos írtátok, csak Keeper már megint nem figyel. Na arra gondolt a Keeper. Jó, ugye? Oké, megvan minden. Ugye? Kettő, bizony, ott van, oké, jó. Gondolkodok ezzelre. Egyébként ez mi ez? Ja, itt a crosspack. Ez benne van a terrorutóknál is. Úristen, látok ez. Oké. Akkor ezeket okosba el kéne adni. Mindent. Igen, mindent. Mindent. Ja, és a rábánál. A rábánál ugye 60 000-ért vettük, szóval egy 50-ért fogom eladni. Tehát az ugye benne volt abban a részben, remélem emlékszik rá mindenki. Öcsém, durván módosulnak a dolgok. De viszont ezek full fölöslegesek gépek lesznek. 43-ma tud menni. Jó, őt sajnálom egy picit. Figyeljetek, ha kell, akkor majd veszünk. Jó? De ez a sorozat, ez tényleg át kell, hogy menjen. Mondtam egyébként, hogy egy ilyen 70. rész környékén mindenképpen precíziós gazdálkodásra valahogy át kell, hogy menjünk vele. Gyerekek, hülye óta ezért meg nem tudott behúzni a vetőt. De, ja, még van egy gépünk. És a rába is megy. És a rába is megy. Teljesen fölösleges. Mennyivel megy a kis GCB? Mindig elfelejtem, bazzá. Megnézem százszor, azt mindig elfelejtem. 62-vel megy az csak. Az nagyon kevés. Örültem volna, hogyha többel megy. Jó, 62 is jó lesz. Azért mégsem 38, érted? Meg nem 25, mert az a baj, ez is 25 elmegy. Úgyhogy ennek a résznek valószínűleg az a címe, hogy precíziós gazdálkodás kezdődik, de jó, az meg mit keresett egy ilyen mag? Ugye gyerek. Precíziós gazdálkodás kezdete. Igen, és akkor amikor, várjál, akkor ugye hozzá kell adnom nekem még 43 ezeret ehhez, jó? Ezt ne felejtsük el, mert ugye nem annyira vettük, hanem átírtuk az árát. Úgyhogy plusz 43 ezer jön a Creepernek be. Oké, 251 ezer. Ugye a vetőt azért adtuk el, mert úgyis mindenképpen a vetésforgóig fogunk venni. Közepes traktor. Kicsi GC. Fast track. A nagy GC az mennyibe került a nagy GCB? Az ugye headfennel repeszt. Meg ugye azért van még több lóerőnk. 310 000, ez mondjuk veszme drága, halljátok. Ezt nem preferálom, hogy olyan drága. Nézd, még egyszer végig. A sebességekre vagyok leginkább kíváncsi. Fára, mi a? Mi megy itt 53? 53-ban megy ő. Ó, bazd meg. Ó, 174 ló. De mondjuk elég kevésnek tűnik nekem. Nem tudunk ezért. Jó, egyébként tök jó. Ne felejtsétek el, Farming Simulator 22-es sorozatba. Inkább fog ez. Mondjuk ennek van elő, hátul csatoló. Tök jó. Homlokrakodót is tudna, de az nekem nem kell. Egyébként az azt hiszem, hogy összkerék meg kormányzás, ugye? Vagy én vagyok a hülye? Vagy az izé, a nagy tud összkerék kormányzást? Hát, hogy én vagyok a hülye. Szerintem ez nem kéne rá. Bár helyhöz van bőven, inkább lehet, hogy legyen tapadásunk bőven. Így 200, nem plusz 6000. Á, legyen tapadás gyerekek bőven, mert 235 lóerő, az jó. 62 km per óra. Oké, gyerekek. És akkor ki is próbálom mindenképp. Gyerekek.
Ott van kettővel veret, nagyon jó, imádom. Egyébként ezt a traktort nagyon szeretem, meg a nagy társát is, mert borzalmasan dinamikusan, nagyon jól megy. Ezzel lehet nyomni neki. Ugye ezzel érdemes már hordani. Nem hiszed el, bazd meg, a Cat Mario. Ezzel már lehet érdemes hordani cuccokat. Jó, és néz ki minden tökéletes. Megnézzük, hogy a terepet hogy szereti. Mennyibe megy? 65-tel szépen itt, oké, okay, terep. Oh, van energy, oda nézzél gyerekek, 400-os sleep hallod? Van energy, mert azért nem tudom mennyi, 300 hány lóerő voltunk. Ó, oh, gyerekek, oda nézzél. Az már nagyon döfi. Ez már nagyon döfi. Gyerekek, oda néz. És akkor így viszed, érted a szalmát, nem mindegy. Egy 30-al viszed, vagy így. Ő nekik tökéletesen megfelel majd. Akár még, ugye kapunk még egy vetőt. Ez mellé. És akkor ezt, gyakorlatilag ezt a földet így kimaxoljuk. És nézzétek, az, ez a keverő, ez tudja, hogy lagoltat, mert itt vagyok a közelében, mindig elkezdünk lagolni. Ez a keverő lagoltat. Komolyan. Ha ránézel, vagy hogy a közelében, hogy elkezdesz lagolni. Még egy kombány. Figyeljetek, izéről nem is le kell lecsatlakozni. A vetőkről, ugye? A kilovecek vető, ugye? Kettő fast track, meg igazából ezeket működteti, kész. Az IFA, az nem tudom, hogy még megmarad-e. Ő ugye kell hordani az árut, meg ugye mindent is hord. Az IFA hordja be, úgyhogy itt gyakorlatilag, ha lesz még egy fast trackünk, meg lesz egy, még egy vetőnk, meg még egy kombájnunk, és akkor meg ez itt perfekt. És onnan megveszünk nekik a 20 darab, meg lesz a 20 darabból, és akkor megcsinál igazán. Tényleg van súlya, gyerekek, de mindjárt kíváncsi vagyok, hogy ez 19-20, azért jó, de kéri a lenne egy ideg a cucc. Motorlott 100%. Átmegyünk itt, megnézzük, hogy itt mennyire tudja húzni. Tudom, 25-tel húzta ide, Kiro. Így gyerekek! Gyerekek! A Kiro azért tudja dolgát ehhez képest. De ugye mindenképp kell kettő traktor, csak akkor nem biztos, hogy vettem volna ilyen drága traktort. Hát, ezt lehet, hogy megbánta a Keeper. Ezt lehet, hogy megbánta a Keeper, bár... mi a szar? Gyerekek! Motorlódja fogy el. Csúszni nem csúszik, de motorlódunk elfogy. Elfogytunk. Elfogyott. Elfogyott. A Kiro jobban húzza ezt. Tudom, hogy izén kellett volna megpróbálni, ugye? Aszfalton, lehet, hogy aszfalton kigyorsultunk volna, 60 körülig. Hát igen, nem bántam meg, mert én csinálom a hülyeséget, mert ezt aszfalton kéne rángattatni vele. Ott ugye valószínűleg, hogy azért jóval gyorsabbak tudnánk lenni. Szóval nem lesz ez rossz, csak ne a izenyok menjél vele. Ne a gyöppön. Hát nem győzött meg, ugye? Nem győzött meg senkit, szerintem közületek se. Ez a fast track, ez nem győzte meg a Keeper. Nem győzte meg a Keeper, sajnos. Ennyiben akkor vettem volna egy izét, egy kaszát. Vagy nem kaszát, hanem egy izét, egy permetező gépet. Ez nagyon drága volt. Reméltem, hogy jó lesz ez. De aztán annyira nem. Viszont a földön szépen fut. Ja, ez az ideje, a kotla egy kicsit nehéznek. Ez a kotla egy kicsit... Egyébként ugye... munkálni vele szerintem nem simán vinné. Csak ugye az a nagy gond vele, hogy amikor benne van a... mit tudom, x ezer liter, 92.000 liternyi cucc, akkor azért ne fogy szegénynek az ereje. Már kíváncsi vagyok aszfalton, hogy mennyivel gyorsabban muzsikáló. Hát
ты че на нее? Hát, ennyivel mondhatni a Kiro is vitte, ugye? 38, jó, most léptük át a Kirónak a végsebességét, de a Kiro az, a 400 lóval az a gyorsabban föl gangol ilyen sebességi fokozat, vagy ilyen sebességre. Jó, 44, mondjuk most azért elővette magát. Na, nem olyan rossz egyébként. Meg ugye igazából nem ez lenne a prioritás, az elsődleges feladata ő neki. Szinte egyébként baró jól lehet irányítani, nagyon profi. Nem ő lenne a, nem ő neki, nem ez lenne a prioritása. Hanem az eszközfordulás. Van egy ötletem, gyerekek. Hát mi lenne akkor? Mi lenne akkor, hogyha úgy csinálná az ember, hogy előre fölcsettintesz egy ilyet, hátulra meg egy permetezőt. De akkor ugye ugyanolyan munkaszélességbe kellene csinálnod. Azt meg lehet csinálni? Ez működik, gyerekek? Az működhet? Ugye leműtrágyazom, meg lepermetezem, érted? Ha ugyanaz a munkaszélesség, akkor működhet, nem? És akkor gyakorlatilag egy géppel kettő darab folyamatot tudsz egyszerre csinálni. Az nem lenne egy utolsó szempont, nem, srácok? Na, kicsit kiselejteztük. Kiselejteztük kicsit a gépeket. A kirovecek megmaradtak, azért meglátszik, hogy vannak olyan járművek, amik azért így örök túlélők. Tök jó, az ifa megmaradt, várjatok, ezt annyit csinálok vele, hogy ez is a kapuba fog kerülni, és akkor a kibejárás közben ugye tudjuk szépen csinálni a dolgokat, javítani. Ez szerintem tök jó ötlet volt, hogy itt van az ifa, az egyelőre maradós lesz, mert ha szükségeltetik, akkor akármit fel tudok dobni rá, de belegondoltok, nagyon nem kell feldobni rá semmit. Mert ugye a vető az bőven kibírja, kettő vető bőven kibírja ekkor a földet, tehát akkor itt megfogtam. Jó, az ifa egyelőre maradjon, bármire is jó lehet. Kicsit így rendet rakok. Tudom, hogy ez egy videó kicsit hosszú lett, de kicsit így rendet rakok, mert így átgondolom a szituációt. Az a baj, hogy ennek a kettőnek szerintem a munkaszélessége nem egyforma, hát hogy is lenne egyforma. Ennek ugye 24 méter, ennek 15 méter. Ebből lenne egy 24 méteres, ami biztos, hogy nincs. Termetező technika? Hol van olyan? Vagy minek nevezik ez? Film technika? Növényvédelem? A permetező technika az ott van. 21 méteres, van ilyen. Ó, viszont ez a 21 méteres. Jó drágák ezek. Ugye ez 1500 liter, 1300 liter. 24 méteres. 2200 liter. 24 méteres. Permetező, 24 méter, és ami nekünk van, szórónk, az meg 24 méter szintén. Tehát akkor egy ilyet felraknék mondjuk hátulra, előre meg felraknám a szórót, akkor egybe megcsinálnám mind a kettőt. És ugye a kettő GCB az úgy állna, hogy mind a kettő fel lenne mind a két eszköz, és akkor mind a kettőt le ki tudnád rakni, és nem is mennék le soha. Kirakod a földre. Fú! Letolják mindent egyszerre, utána jönnek be, és úgy megállnak, kész. Kettő Fastrack GCB szerintem úgy tök jó lenne, nem, srácok? Csak ugye ez megint pénzbe kerül. Írjátok meg annyit, léci, hogy szerintetek az működne, hogy lehet, hogy ki is próbálnom. Ugye akkor annyi, hogy egy olyan permetezőt kellene ennek a hátuljára felrakni, és akkor így egybe menne a kettő. Ez egy működő projekt lenne, és akkor ezek az eszközök kimennek. Ugye a kirovecek gyakorlatilag mindig rajt lenne a kirovecseken a vetők, kettő vető, ezeken mindig rajt lenne a szórók, meg ugye két kombány. 6 darab géppel ellátnád, plusz még ugye egy nyerges vontató, a pótkocsik, meg ő. Őt egyébként nem tudom, mi éve, crosszal megrángatni. Akkor így össze. Nem tudom, Krasznak mekkora motor van, de egyébként ez valószínűleg ki lesz cserélődve uralra.
Ja, lehet, hogy ki lesz cserélve Durarra. Nem, nem, ez mondjuk nagyon nem lenne autentikus, hogy Crozzal rángatom azt. Ugye mivel hajtanád meg? Hát nincsen TLT a Crozzal. Ja, ez valószínűleg Durarra elcserélve. Mondtátok, hogy ez sokkal jobb. Na, oké. Jó. Így állunk most jelenleg. Így állunk most jelenleg. Összeszedtük magunkat egy kicsit anyagilag. Sok fejlesztés van ugye, amik annyira nem is feltűnőek, de higgyétek el, hogy ez jó lesz. Hát kettő ilyen vető nagyon gyorsan le fogja ezt vetni, meg kettő darab 24 méteres permetező, hát ez nagyon, az is tök jó lesz azokat megindítani. És egyszerre mindent megcsinálni, az lenne a tökéletes. Nem tudom, hogy ezt tudjuk-e, hogy el tudjuk-e indítani mind a kettőt. Gépi munkás azt tudja-e csinálni. Arra kíváncsi vagyok. Na, elbúcsúzom, mert rohadt hosszú lett a videó. Köszönöm szépen a figyelmet. Jók legyetek, sziasztok!